Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat mai áhítatunkon. Figyeljünk Isten szavára, amelyet olvasok Máté írása szerint való Szent Evangélium második részéből a 19. verstől következőképpen. Visszatérés Názáretben. Herodes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban. És ezt mondta, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Archelaus uralkodik apja Herodes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea vidékére ment, és amikor odaért, egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak. Názáretinek fogják őt nevezni. Eddig olvastam Isten írott igéjét, válaszoljunk az ő szavára imádsággal. Imádunk téged, életnek ura, történelemnek ura, aki nagyobb vagy minden történelmi nagyságnál, hatalmasságnál, óriásinak látszó hatalomnál, az ég és a föld és minden nagynak gondolt rendszer és uralkodó elmúlik, de a te szavad és a te uralkodásod örökké megmarad. Így imádunk téged, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk életünket, és köszönjük, hogy neked gondod volt a te egyszülött fiadra és a szent családra ott Herodes idejében és az egyiptomi menekülés idejében is. Megőrizted a te egyszülött fiadat, hogy ő életét adhassa önként értünk. Imádunk téged, Krisztusunk, aki megváltottál bennünket a kereszten, és megnyitottad számunkra az örök élet és a bűnbocsánat kapuját, a mennyek országának kapuját. Köszönjük, Istenünk, hogy csodálatos terveid teljesedtek be az Úr Jézus Krisztus életében. Minden egyes apró részletében, hogy hol lakott, hogy hol nevelkedett. És köszönjük, hogy neked csodálatos terved van a mi életünkre nézve is. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi nem hagyatkozunk a te tervedre, amikor mi eltérünk a te terveidtől, a te jó tanácsaidtól, amelyet pedig elénk hoztál a Szentíráson, a prédikációkon, a Szentlélek vezetésén keresztül. És bocsáss meg, Urunk, amikor mi jobban félünk emberi hatalmasságoktól, amikor jobban dicsőítünk és nagyobbnak gondolunk emberi hatalmasságokat, rendszereket, személyeket, mint a te végtelen nagy személyedet és istenségedet. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért nálad kész van a bocsánat és a kegyelem minden megtérő embernek. Urunk, a te kezedbe tesszük életünket. Olyan parányi a mi életünk a világ nagy történései, hatalmai, erő összecsapásai között. Sokszor úgy érezzük, hogy talán nem is számítunk, és mégis kérünk, hogy vezess bennünket, őrizz bennünket minden gonosztól, minden földi és mennyei gonosztól. Adj nekünk szent lelked által olyan engedelmességet, mint amely egyszülött fiadban volt, és amit az te egyszülött fiad földi apján József életében is láthatunk. Urunk, nem csak magunkért imádkozunk, hanem világunkért. Közben járunk a szenvedőkért, segíts meg őket. Imádkozunk a hatalmon levőkért, adj nekik szerénységet, rád figyelést,
előtted való alázatot. Imádkozunk a segítőkért, akik önfeláldozó módon segítenek másokon. Áld meg őket, sokasítsd meg erejüket. Urunk, hadd kérjünk, hogy a földi, fizikai bajok megoldásán túl adj segítséget a lelki bajok megoldására. Adj megtérést, hozzád térést, lelki megújulást és ébredést egyházunkban, világunkban. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Folytassuk az Úrtól tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a 68. Zsoltárt. Hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen, minden ő ellenségi. És elfutamodnak széllyel, ő haragos színe elől minden ő gyűlölői. Úgy elűzetnek hirtelen, mint a füst semmivé leszen. Elvész minden ő dolgok, mint viasz olvad a tűztől, úgy az ő kemény színétől elvesznek a gonoszok. Hálásak lehetünk, hogy Isten kezére bízhatjuk a világot, Istennek gondja van jókra és gonoszokra egyaránt. Ezzel a bizalommal imádkozzunk, akár saját szavainkkal az ének alatt, vagy az ének szavával magával velünk együtt. Folytassuk utunkat. A mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek.